Sziasztok, és újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy ruhás haul videó, mert hogy voltam az Arcade-ban hétvégén, és igazából online kinéztem egy pár dolgot, úgy voltam vele, hogy megnézem a boltban, hát ha jó, minden, amit online kinéztem, és volt a boltban, az botrányosan állt rajtam. Ezért elmentem mindenhova máshova, úgyhogy végül nem mint glamour napos szerzemények kerül föl ez a videó, bár az egyik fele az ilyen glamour kuponos, de alapvetően nagyon olcsó termékekről van szó. A másik fele pedig simán szezonközi leárazás, tehát alapvetően sincsen rá glamour napos kupon, viszont a leárazás még tart, ugyanúgy, ahogy több más helyen vannak, most ilyen 40-30, tehát sokkal nagyobb százalékos leárazások, mint glamour napokon lettek volna, úgyhogy megkésve bár, de törve nem. Hoztam nektek egy jó kis haul videót, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok most azokra a ruhadarabokra, amiket beszereztem, akkor ne kattintsatok sehova. A videó témája nem más, mint Móni felfedezte magának a barna árnyalatot, és most rengeteg fajta ruhadarabot fog beszerezni belőle. Látni fogjátok. A másik pedig, hogy főleg ilyen már tavaszi átmeneti nyári ruhadarabokat szereztem be, mert elegem van a pulóverekből. Tudom, hogy még elő-elő fog kerülni, még azért volt itt eléggé lagymatak idő az elmúlt pár napban, de most már megyek a nyári cuccok felé, tehát most már nem érdekel a pulóver, egyszerűen hiába van leárazva, már rá se tudok nézni. Friss, tavaszi, új dolgok, átmeneti dolgok érdekelnek most, úgyhogy ilyen jellegű ruhadarabokat vettem föl, és nem csak szimplán felveszem azt az adott ruhadarabot és megmutatom, hanem megpróbáltam egy kicsit bestylingolni, hogy én hogyan hordanám ezeket az adott darabokat mondjuk utcán, úgyhogy majd így oldalt meg fogok jelenni, és egy kicsit szebbre akarom megcsinálni ezeket a haul videókat, hogyha értitek, mire gondolok. De kezdjünk is bele. Az első hely, ahol voltam, az a New Yorker. Én nagyon szeretem a New Yorkert, az egyetlen baja, hogy nincsen webshopja meg egy normális weboldalatom, hogy van weboldala, de az szar. Úgyhogy nem nagyon tudok rajta néződni, és beszereztem pár ruhadarabot. Egy darabon kívül minden baromi olcsó, tehát még kupon nélkül is olyasmi, amire azt mondod, hogy megveszem, szóval egyáltalán nem sietem, mint glamour napos szerzemények. Viszont akkor kezdem két olyan ruhadarabbal, ami nem barna, de minden más szerintem barna lesz, úgyhogy csak úgy készüljetek fel. Az első, ez a gyönyörű szép lila body, amely 2590 forint volt, tehát látjátok, nem egy túl drága darabról beszélünk, és XS-es méretben vettem meg. Ez egy ilyen szaténszerű, de a szerűt emelném ki, igazából csak ilyen csúszós anyaga van, és ami a legjobb benne, hogy dupla. Tehát nem egy vékonyka dologról van szó, hogy átlátszik minden itt melltájékon, hanem egy ilyen dupla anyagból van megbarva, amitől sokkal kényelmesebb számomra, tehát főleg, hogyha mondjuk melltartó nélkül akar menni az ember, vagy egy kis felragasztós melltartóba, akkor nincs az, hogy nagyon vékony az anyag, és átlátszik mindennek a körvonala, mert duplán van megbarva. És az egyetlen bánatom csak az, hogy egy ilyen nagyon rövidke kis vékony gumipánt tartja. És ha ez elszakad, ami biztos, hogy elfog, akkor ez egy picit problémás, de alapvetően egy sima, egyszerű fazonról beszélünk. Alul ez a gombos patentos része nem tangás, de azért egészen tangaszerű, de nekem XS-es méretben nem vág be, ami nagyon fontos. A másik pedig egy fekete, magas derekú, kicsit elegánsabb nadrág. Őt SS méretben vettem meg, is 4000 forint volt. 4000 forintot én nagyon szívesen kiadok rövid nadrágért. Az van, hogy az összes nyári rövid nadrágom ilyen alacsony vagy közepes derekú, nekem már nem tetszik. Sokkal jobban szeretem az ilyen magasabb derekú dolgokat, és most próbálok minden színből fekete, fehér, szürke, keki ilyen magas derekú nadrágokat beszerezni, és 4000 forintért ez tökre jó. Nem farmer anyaga van, viszont tökre rugalmas, úgyhogy az SS simán rám jön. És elől ilyen nagyon szép ezüst cipzáros kiegészítő dolga van. Ez a jobb oldali funkciómentes, viszont a bal oldali az nyílik, és azon keresztül tudsz belebújni. Hát a másik legnagyobb bánatom vele, hogy nincsen zsebe. Miért is tegyenek a női nadrágokra zsebet, ugyebár, de nincsen sajnos zsebe, de ettől függetlenül egy nagyon szép elegánsabb darab, az elegánsabb felsőimhez tök jól fog kinézni.
sportoshoz is simán fel lehet venni, de majd szeretnék venni egy ilyen farmer jellegű, ilyen teljesen utcai fekete rövid nadrágot is. De például ez a kettő így együtt szerintem nagyon szépen mutat, szeretem ezt a pasztellilát feketével is ezüsttel hordani. Akkor ugyanebből a Buddyból vettem egy ilyen naturabb barna árnyalatot, ugyanúgy XS-es és ugyanúgy 2590-be került, ugyanaz, csak barna színben, viszont ezt majd egy másik későbbi ruhadarabbal együtt szeretném stylingolni, úgyhogy azt majd ott fogom nektek megmutatni. Az egyetlen drágább dolog ebből a New Yorkeres haulból az ő lesz, amiből semmit nem fogtok látni. Egy ilyen rozsda vagy terrakotta színű, ilyen nagyon érdekes anyagú, ilyen romper, ilyen egybe nadrágos felsős dolog. Nagyon bele vagyok bolondulva az ilyenekbe. Tavaly vettem egyet szintén a New Yorkertől, egy narancs, fekete, kék, fehér ilyen csíkosat. Annyira jól mutatok benne, imádom hordani. És ez is ilyen hasonló jellegű. Felül ilyen végkivágású a felső része, viszont van itt egy patent, nem gomb, nem izé, hanem rendesen patent, tehát sokkal jobban zár, de hogyha akarod, hordhatod ilyen teljes végkivágásban is. Felül igazából teljesen újatlan, meg lehet kötni ilyen kis masnira vagy csomóra, de semmi egyéb funkciója nincsen, tehát nem tud behúzni. Ő 7990 volt, egy kicsit drága nekem, és 34-es méretben vettem meg, ami felül még így is egy picit nagy. Sose kellett nekem semmibe a 32-es, mindenhol máshol jó, felül egy kicsit nagy. És igazából alul egy ilyen kicsit ilyen palazzo nadrág-szerűen omlik alá, és ilyen harmonika-szerű ez az anyag, olyan kis csúszós, kis csúszi jó érzés hordani, és nagyon lenge, biztos vagyok benne, hogy nem lesz benne melegem. Szerintem ő alapvetően egy magasabb embernek a bokájáig érne, viszont mivel én átlag 167 centi magas nőszemély vagyok, ezért nekem majdnem maxosan földig ér, tehát sokkal jobban mutat, mint bokánál, és úgy alapvetően szerintem tök jó kiemeli az alakomat, úgyhogy őt bizony Isten, hogy fogom nagyon-nagyon sokat hordani. Tudjátok, ez ilyen felkapom és megyek. Nagyon szeretem a ruhákat is nyára, viszont fúj a szél, fellép be, nem tudsz csak úgy ülni rajt benne, stb. Ez viszont nadrágos, és csak felkapom azt, megyek a városba, és tök jó. Ehhez pedig vettem egy fülbevalót, ő 1490-ben kerül, mert hogy nekem nincsen aranyszínű fülbevalóm, csak az egybe csontvázas, ami nektek nagyon-nagyon tetszik, viszont nem tudom mindenhez hordani, mert azért elég extra. Úgyhogy akartam egy kicsit ilyen elegánsabb, de aranyszínű fülbevalót venni, úgyhogy rá esett a választásom is, úgyhogy ezzel az egybe dologgal fogom majd főleg használni, majd szeretnék venni ilyen arany nyakláncot is hozzá, mert szerintem nagyon jól fog kinézni. Ő úgy néz ki, mintha nem tudom, egy ilyen arany rögöt így kalapáccsal megkalapáltad volna, és akkor néz, így néz ki, ahogy kinéz. Nekem tetszik, kicsit ilyen rusztikus jellegű ez a romper is, egy kicsit ilyen rusztikus jellegű, pont ezért tetszik. Arany övvel is milyen jól mutathat, amúgy. Most csak így eszembe jutott. De lehet, hogy már a felpróbáláson láttátok, de ezt külön hozzávettem, de alapvetően is kellett már egy aranyszínű fülbevaló. Benéztem a H&M-be is, mert online szerettem volna rendelni egy kicsit nagyobb összegben, de hogy nekem most semmi nem állt jól, ami nekem tetszett egy jóságos, egy jó úristen, úgyhogy egyetlen egy dologgal jöttem el, igazából hárommal, de majd azt a másik kettőt azt majd egy másik videóban látni fogjátok. Úgyhogy az egyetlen ruhadarab, amivel eljöttem, az ez a nyaklánc. Ő alapvetően 5000 forintba kerülne, de én csak 1800 forintért kaparintottam meg, plusz volt egy kis ilyen vásárlás kedvezményes 750 forintos valamim, tehát talán 1000 forintot fizettem érte, de lehet, hogy még ennyit se. Van egy hasonló nyakláncom, amit barátnőm adott nekem, és ő soha nem használta, viszont nagyon-nagyon romaty állapotban van, és szerettem volna lecserélni. Ő viszont egy ilyen nagyon elegáns choker fazonú dolog. A lila outfittel fogom nektek megmutatni. Nagyon elegáns choker fazonú dolog. Őt lehet most is kapni, láttam kirakva teljes áron, meg láttam kirakva egy csomót illa akciózban. Nem tudom, fogalmam sincs. Elvileg semmi baja. Tehát én nem látom, hogy bármi hiányozna belőle, vagy bármi problémája lesz, de szerettem volna kapni az alkalmon, hogyha már ilyen olcsó, egy ilyen szép, elegánsabb csóker felvenni. Sokféle ruhámhoz fog amúgy illeni, főleg az ilyen elegánsabb felső közruhákhoz nagyon fog mutatni, főleg a télen az ezüst ékszereket szeretem jobban, nyáron inkább az arany ékszereket, főleg mikor le vagyok barnulva, bár most a vörös hajamhoz is tök jól fog illeni, de ez egy ilyen
impulzus. És hát akkor térjünk rá a színszére. Ahhoz szezonközi leárazások voltak már egy ideje, de amint ez a videó felkerül, szerintem még mindig az lesz. Most, hogy újra nyitottak a boltok meg pláne. Alapvetően nagyon olcsó, de még így is rengeteg mindent tudtam venni nagyon kevés pénzért, és próbálok mostanában olyan ruhadarabokat vásárolni, amiket eddig nem nagyon hordtam, vagy féltem tőle, vagy nem gondoltam, hogy ez nekem jól állna, és kísérletezésképpen felpróbáltam, és kiderült, hogy mi van velem? Hallod, ez tök jól mutat, úgyhogy most egy pár ilyen dolgot fogok nektek mutatni. Viszont előtte egy sima, egyszerű leggings. Ezt 1000 forintért vásároltam. Tudjátok miért? Szeretném nektek bemutatni a jelenleg használatos leggingsemet, amit én nem hordok utcára, ezt itthon hordom. A felpróbálós videóban látjátok, a lábán van egy baromi nagy luk, amit párom csinált, mert szerinte vicces. A feneke meg annyira ki van használatva, hogy konkrétan átlátok rajta. Nagyon durva, viszont nagyon szerettem ezt a cicanadrágot, ezt a Decathlonban vásároltam, viszont ez azt hiszem 2500 forint. És amikor megláttam, hogy a színszében 1000 forintért is lehet kapni magasított derekú, ugyanilyen sima, egyszerű pamut cicanadrágot, akkor úgy voltam, hogy jó, itt az ideje lecserélni. Ezt most MS méretben vettem föl, nem próbáltam fel a próbafülkében, majd itt megnézzük, hogy néz ki, hogyha nem, akkor visszaviszem, kicserélem egy kisebbre, de a színszébe én egy kicsit nagyobb méret vagyok, mint amekkora szoktam lenni. De csak úgy mondom, hogyha esetleg valakit érdekel fekete pamut cicanadrág, akkor színszé. A második ruhadarab az ez a mini szoknya. Egy ilyen tyúkláb mintás barna fekete krém színű kis mini szoknya, ilyen aranyszínű zsebekkel, amik működnek. Tehát ez kinyitható zseb. Nagyon örültem neki. Egy kis cipzárral nyílik a hátulján, és ilyen kis A vonalú fazon. Őt eredeti áron vettem 3500 forint, és a színszé Eco vonalához tartozik. Az előlévő gomboknak semmi funkció nincs, az csak díszítés, de ahogy mondtam, a zsebek teljesen funkcionálnak, és kibekapcsolhatóak patenttal, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Nézegettem ezt a szoknyát már legutóbb is, és úgy voltam vele, hogy oké, barna, nem az a szín, amit én sokszor használok, de nagyon sok Carina Wenget nézek az elmúlt időben, és ő nagyon szereti az ilyen jellegű dolgokat mindenfélével kombinálni, és rájöttem, hogy nekem rengeteg dolgom van ehhez. Tehát fekete, barna, szürke, fehér cuccok, blézerekből is van egy csomó, harisnyával, pokacsizmával, baromi jól tud kinézni, és kicsit olyan profi, meg kicsit ilyen franciás stílusra emlékeztet engem nagyon, és felpróbáltam, és tetszett magamon. Úgyhogy megvettem 3500 forintot, nem sajnálok egy szoknyára, teljes áron, meg pláne nem. Annyi, hogy a gomboknak valószínűleg a festéke egy picit le fog majd jönni, az nem tűnik olyan nagyon, hogy is mondjam, tartósnak, de alapvetően nem látok más problémát a szoknyával, nem túl vastag. Szóval nem egy téli ilyen vastag, kötöttebb típusú szoknya, nem egy tweed anyagból készül, csak úgy néz ki, tetszett magam. És ez egy SS méret, ami meglepő, mert mondom, a színszében én emmel szoktam lenni. Az utolsó előtti ruhadarab egy nadrág lesz, méghozzá egy ilyen nagyon laza, húzott derekú, nem szűk, kicsit ez a katonás, ilyen lezser fazon, lánccal az oldalán. A H&M-ben vettem legutóbb egy kekit, imádom, nem gondoltam volna, hogy ennyire fogom, de imádom, és megláttam, hogy le volt akciózva a színszében, és nem tudom már mennyit, mert ezt már pont hordtam és levágtam, de ő egy MS méret, és talán 5000-ről volt 3500-ra leakciózva, ha jól emlékszem. Van belőle világosban, a szürke meg fekete. Online nem mindegyik van leakciózva, de a boltban mindegyik le volt akciózva. A lánc az levehető róla, tehát úgy van megcsinálva, hogy nyugodtan le lehet venni, viszont ez nem fémből van, hanem ez egy festett műanyag jellegű. Nem túl sok, tehát nincs igazán súlya, díszítő elemként van rajta. Nekem tetszik, hogy levehető, mert az egyik övem láncát elhagytam. Az utasítom, hogy hol van, és így legalább rá tudom tenni az övemre is, hogyha nagyon szeretném. Gumis a dereka elől, pedig van egy ilyen kis húzókája, amivel jobban be tudod húzni, és alul is a lábszára gumis. Az egyetlen problémája a jövőben az lesz, hogy mivel ez nem farmer, hanem egy ilyen elég műanyag szálas dolog, vasalást fog igényelni. És a H&M-es nadrágom is ez a baj, hogyha így szépen összehajtom, és beteszem a szekrénybe,
akkor az olyan gyűrött lesz, gyerekek, mire én azt kiveszem, mondjuk 2 nap múlva, ugye az valami elképesztő, úgyhogy vagy akasztva, vagy mindig vasalóval készenlétben kell ezeket a nadrágokat hordani, de szeretnék még több ilyet beszerezni, szeretnék bört, szeretnék farmer anyagban, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire jól áll. Sose szerettem az ilyet, sose. Mindig úgy voltam vele, hogy nem az én stílusom, nem tetszik, de jól mutat rajtam. Van zsebe, mind a csipénél, mind az oldalánál, mind egy funkcionális zseb, aminek szintén nagyon örülök. Nagyon az a, alá is lehet venni cizanadagot, harisnyát, hogyha esetleg az idő egy kicsit hűvösebb lenne. És ezt a sötétből nyaltot választottam, mert feketéből bört szeretnék venni mindenképpen. Kekin meg már van, és nagyon sok minden fog illeni hozzá, tehát ugyanúgy feketeivel, fehérrel, a barnának az összes árnyalatával gyakorlatilag kekivel nagyon jól fog kinézni, amúgy narancsal is baromi jól fog kinézni, jut eszembe. Jaj, a narancsal. Zölddel is, de nem mindegyik zöld árnyalattal fog ez a konkrét barna jól kinézni, úgyhogy nagyon sokféleképpen kombinálható, és őt már hordtam, nagyon kényelmes, nagyon imádtam. Ez az utolsó ruhadarab pedig. Konkrét poénból megláttam, láttam én ezt a weboldalon, nem nézett ilyen rosszul, de nekem biztos az a ruh fog állni, azért felpróbálom. Gyerekek, az új kedvenc nadrágom, amit alapvetően itthonra vettem, de hogyha jól van összepakolva, akkor szerintem utcára is tök simán fel lehet hordani. És ki fogtok röhögni. De ez egy pamut mackó nadrág. Miért vagyok oda ennyire érte? Egyrészt magas derekú. Az oldalán van egy fehér csík, amitől magasnak fogsz tűnni, és ez egy ilyen enyhén szélesedő, egyenes szabású, alul pedig egy kicsit ki van nyitva. Ebben én úgy nézek ki, mint egy Victoria's Secret modell. A jó helyen takar, a jó helyen kiemel, tökre hosszabbítja a lábam, olyan hosszú, vékonynak tűnök tőle. És tudom, most biztos valaki elkezdi gépelni, de Mariam, hogy is elhozom meg, de ebben, úristen, ebben olyan baromira tetszett magamnak, mint az előző összes többibe se, pedig a többi is tetszik. És ő is akciós, MS méretben vettem, és 3500 forint, alapvetően 4000, tehát az se drága érte. 3500 forint, és belül ilyen kis szőrös, tehát ez nyári meleg napokon nem lesz a legjobb, télen bőven, itthonra, de egy ilyen kis szőrös puha anyagú, és nem tudom, olyan baromi jól mutat, én mackó nadrág, én nem tudom, mikor voltam utoljára oda ennyire, pedig van egy, amit már egyszer újra vettem, mert szana széllyel hordtam, és imádom a New Yorkerből, de ez az új kedvencem. És a weboldalon fele ennyire nem néz ki jól, mint élőben, úgyhogy nagyon ajánlom, alacsony lányokon ez baromi jól fog állni, nagyon-nagyon hosszabbítani fogja a lábad, hát maximum az aljából majd egy picit fel kell varni, de nem tudok rá mit mondani, érted? Alig várom, hogy elkezdjem hordani, bár már baromi meleg van, és melegem lesz benne, de gyönyörű. És hogyha megfelelően párosítasz hozzá dolgokat, akkor utcára is tökéletesen fog kinézni. Végezetül pedig az utolsó dolog nem egy ruhadarab, hanem egy kiegészítő, egy ilyen gyöngyös fehér hajpánt 1100 forintért. A színszínek ezek a kiegészítői alapvetően tök jók. Nálunk itthon most Szegeden nem túl sok van. Nem tudom miért, inkább ezeket a sminkes táskákat, meg olyan telefontokokat, amihez nincs telefon, dolgok vannak itt. De mindenféle hajpánt, ékszer, napszemüvegek nagyon-nagyon jók a színszétől, és valamire olcsóak. És úgy döntöttem, hogy beszerzek egy ilyet. Jó, még nem vettem le róla az árcímkét, de szerintem tök jól fog majd kinézni egy csomó-csomó ruhadarabomhoz. Ilyen egyszerű, de nagyszerű. Ilyen régen is nagyon szerettem a hajpántokat, mert szerintem tök szépen tudja keretezni így az arcomat, főleg, hogyha egy kicsit már így hosszabb a hajam, és így ki van engedve, akkor olyan szépen tud kinézni. Sőt, azzal, hogy gyöngyös, van egy ilyen kis elegáns bája, megint egy kicsit ilyen franciás, csajos, nem tudom, elitiskolás, nem tudom, milyen dolgok jutnak az eszembe, de van egy ilyen kis kedves kis bája, amit szintén nagyon sok ruhadarabomhoz fogok tudni hordani. Szeretnék több ilyen hajpántot beszerezni, mert alapvetően szerintem nem állnak rosszul a fejemen, meg az ilyen turbánszerű izébigyók,
de mondom, 1000 forintért teljesen jó, annyi, hogy nincsen magának a hajpántnak belül ilyen kis foga, amit ugye, hogyha fetsz a hajadba, akkor megfogja a kis fog, és ott marad a hajadban, hanem ez csak egy ilyen kis sima belsővel rendelkezik, és úgy látom, hogy egyesével szépen oda vannak farva ezek a gyöngyök. Itt fel van tűzve egy sorba, és alul át van húzva, és úgy van feltűzve, úgyhogy vigyázni kell, hogy alul ez az átlátszó damil ne szakadjon el, mert szerintem akkor bomlik az egész. Kicsit olcsó megoldás, de 1000 forintért mit vár az ember? Ugyanennyi pénzért rendelnél AliExpressről is, de ezt legalább meg tudod fogni, meg tudod nézegetni. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai haul videó. Nektek még a kedvenc ruhadarabotok az itt felsorolt közül. Nekem a mackó kész, ennyi pont. Szerintem annyira jól néz ki, hogy meghalok. Nem tudom mi, nem tudom hogy, nem tudom miért, de több ilyen jellegű dolgot szeretnék kipróbálni. Nagyon-nagyon benne vagyok most ebben a kísérletezős fázisban, hogy olyan ruhadarabokat próbáljak föl, amiket alapból nem próbálnék, mert nem az én stílusom. A próbálás ingyen van. Most, hogyha bemegyek a boltba, felpróbálom, akkor azt nem kell megvenni. Nincs az, hogy jaj, visszaküldöm, meg megbeszem, meg vámoz, meg stb. Felpróbálom, és maximum röhögök egyet magamon a próbafülkében. És a handemben ez történt, de a színszéből úgy jöttem el, hogy akkor egy nagy rakás ruha lesz, elvitelre köszönöm szépen. Írjátok le, hogy nektek melyik volt a kedvenc ruhadarabotok az itt felsoroltak közül. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, hogy lenne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!